49 éve hunyt el Váci Mihály. Ezt az eseményt mindig összekötjük a költészet napjával. A város hagyományosan a nyíregyházi költőre Váci Mihályra emlékezik április 11-én. Nem József Attilái a kiemelt figyelem, hanem az április 16-án elhunyt Vácié. A Kossuth-díjas és kétszeres József Attila díjas költői. Gondolkodom, mi az, amit nem tud még a város közönsége Váciról, vagy mi az, amit újból és újból érdemes felemlegetni. Váci életszerűségét a mindennapok adják. Születésének 95. évfordulójához közeledve nem elégszik meg a Váci Társaság az évekkel ezelőtt kiadott, addig ismeretlen versek gyűjteményével, sem az 56-os naplóval. Tovább folytatják a Petőfi Irodalmi Múzeumban a letétbe helyezett hagyaték feldolgozását. Nem először vagyok itt. Ez úgy kezdődött, hogy volt a március 15-i műsor, és a magyar tanárom mondta, hogy jöjjek versmondóra, és hát jöttem. Mit választottál? Váci Mihály, gyalog szerettem volna jönni. Hát azért választottam, mert az ilyen vidám vers is engem úgymond érdekel is. Idén is jelentkezett közel 40 fiatal a kulturális központban három kategóriában meghirdetett szavaló versenyre, melynek kötelező darabja Váci, illetve tekintettel az Adi évre, Adi vers volt. A magyar tanárok vállalt feladata az irodalom megszerettetése. Nem könnyű, hiszen oly sok élményt kínál a diákoknak a virtuális világ. Manapság ugye más formákat kell megtalálnunk arra, hogy az irodalmat, a verseket megszerettessük. Van ennek nagyon sokféle, most ez a pocket mozgalom nagyon népszerűvé kezd válni, úgy tudom, hogy Nyíregyházán is hamarosan lesz ilyen pont, ahol ezeket a kis minikönyveket megtalálják majd a gyerekek, hát ha ez is ösztönzi őket a több és másabb jellegű olvasásra. Közben pedig rótták a sorokat a Móricz Zsigmond könyvtárban kitekelt papírusztekercsen Nyíregyháza leghosszabb versét. A könyvtár igazgatója is jegyzett néhány szép gondolatot a már napok óta elérhető alkalmatosságon. Én kedvenc idézetemet, nagyon szeretem a Petőfi Sándor verseit, József Attila sorokat és Adi Endre sorokat, de Dzsida Jenőtől is. Úgyhogy én szeretem a verseket olvasni és hallgatni még jobban, a kortárs költőket is nagyon szívesen hallgatom, és ezért gyakran hívunk költőket, írókat a könyvtárba. Vers és zene, zene és vers, szóval koncert fogadta a Móricz Zsigmond könyvtár vendégeit. Klasszikusok, de leginkább kortársak soraira írják a dallamokat, akár pedig nem tagjai. Kürti Laci, Máté Szakai költő idézete jut eszembe egyből válaszként, aki azt mondta egyszer, hogy jó szövegre jó zenét írni. Hogyha a klasszikus zenének a történetét nézzük, akkor is azt látjuk, hogy úgymond a nagy zeneszerzők szívesen nyúltak olyan szövegekhez, amit náluk avatottabb, tréningezettebb költők írtak. Ez számos inspirációt jelent egy magunkfajta amatőr zenész számára is, és nagyon izgalmas dolog elmerülni egy szövegnek abban a világában, ami minket zeneileg inspirál. Hangos gitárfutamok, érces ütős ritmusok, pirulásig zavarba ejtett fiatalok hallgatták a szokatlan stílusban előadott dalokat, melyek szövege talán a zene nélkül is visszacseng majd fejükben.